Gyermekek próbálják leszedni a ház tetejéről a megsérült cserepeket. 2016 nyarán hatalmas jégeső zúdult Rozsájra. A falu szinte összes háza megsérült, hónapokig tartott az újjáépítés. A település polgármestere azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy bár nagy kárt okozott a jég, a közösséget megerősítette. Most egy utólag meg kell köszönjük a Jóistennek, mert biztosan azért mért ezt Rozsájra, mert más nem bírta volna elviselni. Ami a legfontosabb tanulsága volt annak az, hogy az emberek újra elkezdtek együtt dolgozni és beszélgetni, tehát valószínűleg a jó volt egy ilyen iránymutatás, hogy újra össze kell ezt a közösséget. A legfontosabb teendőnknek ezt a közösségépítést tartjuk, hiszen a falu akkor ér, hogyha vannak benne közösségek. A fejlesztések tekintetében pedig megpróbálunk olyan irányt felvenni, amely akár a bölcsistől egészen az idősekig mindenkit meg, ki tud szolgálni. Most jelen pillanatban Sikerült felújítanunk a műfázunkat, a műfázban most szombaton is volt egy előadás, de mind a gyermekek, mind a felnőttek nagyon komoly, amatőr módra tekintenek vissza. Több színdarabban rendelkezünk már, a gyermekek körülbelül tízzel már, mi felnőttek azt hiszem héttel, és ez is egy nagyon klassz közösségépítő tér, hogyha szabad ilyet mondani. De infrastruktúrális beruházásainkban a Magyar Falu programon keresztül nagyon sok épületet újítottunk meg. Ebben az orvosi rendelőtől, az óvodán keresztül, a hivatalig, a, az imént említett műfházon keresztül, és az idősek otthona is megszépült, egy teljesen új épület áll már rendelkezésünkre. Nagyon sok épületen van új tető. Számtalan fejlesztés történt a településen. Munkalehetőség részben az állami szektorban, részben a környékbeli vállalkozásoknál van. De nagyon várják, hogy a határ átjárhatósága javul, és akkor a közeli már németi is gazdasági lehetőséget jelenthet a falunak. Az óvodától az iskoláig a, a konyha idősek otthon, a házoros rendelő, mentőpont, rendőrőr, tehát nagyon sok olyan állami foglalkoztató van a területen, aki sok embernek ad munkát. A környékbeli településeken pedig a magánvállalkozások, tőkerős magánvállalkozások vannak, akár Tiszteberken vagy Gacsájban, és vagy egy picivel messzebb. Tehát ott is van egy felszippantó hatása a munkerőpiacnak. Azt, azt mindenképp nagyon várnánk, amit már említettem korábban, hogy Romániának adják meg ezt a zöld utat a Schengeni határt, hiszen akkor nagyon közel kerül hozzánk egy nagyváros, amihez a korábbi az -háti térség, a folyamán az erdőháti térség, akár berek Tisztaberek, Zajta, Mételek, Vacsály, vagy a többi falu, itt még itt sorolnom kellene. Gazdaságilag mi oda tartoztunk, ugye az volt a felvevő piaca az általunk megtermett termékeknek, és ez szintén egy nagy, nagyon nagy lökést adna a területünknek. Számtalan kulturális és gasztronómiai rendezvényt is szerveznek a faluban, hogy erősítsék a közösséget hamarosan pedig új, kétcsoportos bölcsődét is átadnak Rozsájon.